A régi üveggyár azt felszámolták, nem működik már évek óta, és most kaptam én a lehetőséget, két éve jöttem ide vissza dolgozni. Édesapám ő gyerekként ott kezdte, onnan is ment nyugdíjba. Lehet, hogy ő révén kerültem oda, a gyerek voltam, vittem be neki reggelit, megtetszett az üvegfúvás, általános iskola után elmentem oda üvegfúvó tanulóra. Még a régi öblösök üveggyári suliba voltunk. Ott volt egy 3 éves szakmunkás képzőiskola. Eleinte úgy annyira nem fogott meg, csak már ugye, hogy utána, hogy első éves, vagy másodéves, harmadéves lettem, és akkor egyre jobban ment. Elvégeztem és megszerettem. Üveggyár kettő is volt. Ugye a síküveggyár, meg volt az öblös üveggyár, meg ugye a bánya. És ugye az üvegfúvók ugyanolyan jó kerestek, mint a bányászok annak idején, tehát a családok meg tudtak élni belőle rendesen. Ezt nem gondoltuk volna, hogy ez a nagy öblös üveggyárat bezár. Ugye mindenki, aki el tudott helyezkedni, elhelyezkedett, aki nem, az utolsó pillanatig ott kihúzta, vagy leszámolt, mint például én is. Szerintem mindenkit gajra vágott. Vége lett az egésznek, utána elmentem a bútorgyártó Kft.-hez, ugye nehéz volt ott is ugyanúgy, meg kellett tanulni mindent, és onnan kerültem ide-vissza, amikor a Tarjándasz Kft. Ugye elkezdett működni. Hát hiányzott. 30 év után, aki azt csinálja 30 évig egy ilyen munkát, hát hiányzott persze. Mondhatni, egy kis család vagyunk. Ezt tudjuk csinálni, ebből vagyunk jó. Dolgoztam én is más munkahelyen, nem volt rossz, de azért ez másabb, ez sokkal jobb. Hát én segédbeosztásban vagyok, üvegfúvó segédbeosztásban. Én szárat húzok. Én vagyok a brigádvezető, mert ez a munka igényli a legnagyobb tudást. Ugye van egy bankafúvó, van egy segéd, egy szárkészítő, meg egy talpkészítő. A bankárosnak az a feladata, hogy csinál egy kis golyót a csőnek a végére, üvegből, és az, mikor kihűl valamennyire, egy olyan 800 fokra, akkor arra rámerít a segéd üveget, ezt megkanalazza, és fából van esztergálva forma, és abba fújja bele. Tehát minden darab egyforma. És utána kerül a szárhúzás, és végül a talpat ráteszik, és akkor ennyi a munka folyamat. Kell hozzá idő, meg kell hozzá ugye kézügyesség, de meg lehet tanulni. Van, mikor egy kicsit bele kell jönni, tehát gyakorolni kell még nekem is, sőt a többieknek is, de van, mikor megy ügyesen egyből. Ugye ez egy szép szakma, itt megtalálja az ember a barátokat. Nem lenne rossz, hogyha indulna mégis egy ilyen szakmunkás képzőiskola, ami annak idején. Nagyobb nemzetközi cégeknek is gyártunk folyamatosan. A Rosenthalnak gyártunk mindenféle termékeket most. A szépsége szerintem az mindenem felül. Akár ki ide bejön, mindenki tátja száját, hogy ezzel a 1300 fokos üveggel hogy dolgozik. Szerintem lehet, hogy erre születni kell.